Mint polgármester jelölt fontosnak tartja dr. Pócs Alfréd, hogy képviselőjelöltként is induljon az önkormányzati választáson, hiszen a hivatalban hozott intézkedések gyakorlati megvalósítását csak így lehet megtapasztalni. Az EGRI Városvédők Egyesületének indulója fontosnak tartaná a városrészben a Tinódi Sebestyén tagiskola felújítását, a Cifrakapu és Malomárok utcai gyalogátkelőhelyek kivilágítását, több térfigyelő kamera kihelyezését. A kiváló közösségi élet megőrzésére példaként említette a Felsőváros Csillagai elnevezésű önkormányzati programsorozatot. Pályázattal 250 millió forintot nyertek, és az EKMK az, aki itt végzi ezt a munkát a Lüszi helységében. Nagyon kiválóan, nagyon jól teszik. Én úgy gondolom, hogy ha letelik ez a két év, akkor a város részéről törekedni kell arra, hogy kineveljenek egy olyan generációt, aki majd tovább viszi ezt a munkát, hogyha kevesebb pénz van akkor is. A város részéről pedig megfelelő jogi hátteret kell teremteni, hogy működőképes legyen. Losonci Ildikó a 12-es választókerület jelöltje a legnagyobb problémának a 25-ös főút felnémeti szakaszának állapotát, a megnövekedett autóforgalmat említette. A szélső sávok helyére fasort, kerékpárutat és megfelelő járdát építene a Magyar Közúttal együttműködve. A hajléktalan szálló kérdése, a béket telep kérdése 25-30 éve megoldatlan, az nem állapot, hogy ami a belvárosiak számára, hogy úgy mondjam, kellemetlen dolog, azt kiköltöztetik Felnémetre. A képviselőjelölt a Sánc környék megújítását és egy tájház létrehozását szeretné, de ingyenessé tenni az építési hulladék átvételét is.